Szoros költségvetésből kell idén gazdálkodni Bátaszéken. A járvány miatti megszorítások érzékenyen érintették a város büdzséjét, ezért az állami kompenzáció megérkezéséig óvatosabb tervekkel vág neki az önkormányzat az idei évnek, mint azt korábban tették. Sajnos a 2022-es költségvetése a városnak hát nem túl rózsás, nem sok mozgásterünk van, és ebből adódóan sajnos a civil szervezetek tekintetében is egy kicsit vissza kellett lépni. Egyelőre úgy döntött a képviselőtestület, hogy első fél évre mintegy 2,5 millió forintos keretet biztosít a civil szervezeteknek pályázati keretösszeget, erre lehet a működésükhez pályázni. Jó hír viszont, hogy a kiemelt feladatot ellátó szervezetek számára, mint például a polgárőrség, a tűzoltóság, az előző évi támogatási összeget idén is tudja biztosítani a város, annak érdekében, hogy a feladataikat zavartalanul el tudják látni. Az orosz-ukrán konfliktus arra késztette a település vezetőit, hogy újra gondolják a 2022-re tervezett kiadásokat. Ennek eredményeként a mostani tervek szerint a bátaszéki nagy rendezvények idén elmaradnak. Az azokra szánt forrást pedig a menekültek esetleges ellátására fordítják. Ennek áldozatul esett két nagyobb rendezvény, a bátaszéki bornapokra tervezett összeg, illetve az utcafesztiválra tervezett összeg. Azt gondoljuk per pillanat, hogy az utcafesztivál nagy valószínűsége nem kerül megtartásra, de a bornapok helyett ebben az időpontban egy kisebb volumenű, kimondottan a város polgárait megérintő, illetve elérő rendezvénnyel azért szeretnénk a szüretet, a bort és a hagyományt majd megünnepelni. A polgármester elmondta azt is, hogy mindemellett szeretnének segíteni, így adománygyűjtési akciót szerveznek az ukrajnai menekülteknek.